Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Az utóbbi időben több hallgatóm is megkeresett privátban, imád kérve beteg hozzátartozóikért. Legyen az idős vagy fiatal, nagyon sok ember betegségben szenved, és van, aki nagy betegségben. Fájdalmak és szenvedések között, félelemben, szorongva élve minden napjait. Ezeknek az embereknek ezzel a videóval, ha csak néhány percre is, szeretnék némi lelki békét, lelki erősítést adni. Te, a beteg ember, azzal az üzenettel fordulok feléd, gondolatban megfogva a beteg kezed. A tested lehet beteg, de vigyázz, hogy a lelked egészséges maradjon. Bármilyen körülmények között is, legyen hited, maradjon meg a lelki békéd, maradjon meg a lelked egészsége. Én nem tudok mást adni, csak lelki támogatást, lelki vigaszt videóim által, amit nagyon sok szeretettel küldök neked, egy gyógyító öleléssel. Te, a beteg ember, csukd be a szemed, csendesedj el a lelkedben, engedd, hogy ebben a pár percben egy kis megnyugvást vigyek az életedbe a videómban elhangzó imádság és elmélkedés által. Hallgasd ezeket az imasorokat, mely hozzon gyógyulást, lelki megnyugvást, fájdalmadban enyhülést. Könyörülő Isten, láss meg engem az én nyomorúságomban. Most önmagamért ontja ki magát lelkem. Itt, a szenvedések házában, mintha sivatagból kiáltanék fel hozzád, egyedül vagyok. Mutasd meg, Atyám, hogy keresel engem. Szent fiad által járj végig ezeken a termeken. Hadd lássam meg őt a hitem szemével közeledni én hozzám is. Jajszavakon és óhajtásokon át vigasztaló szava érintsen meg, mint szelíd simogatás. Mutasd meg, Atyám, hogy ebben a hajlékban is az történik minnyájunkkal, amit te végeztél felőlünk. Szabadíts ki engem a halálnak a völgyéből, nyisd meg előttem az élet kapuját újra, add vissza erőimet, hadd használjam a te dicsőségedre. Add vissza ajkamra a vidám éneket, hadd legyen abból hálaadás. Egészségben és erőben is hadd érezzem meg ezután, mennyire a te kezedben vagyok, mennyire nem lehet vakmerő emberi büszkeséggel nélküled építeni a jövendőket. Add, hogy ez a szenvedés áldásomra legyen nekem. De készíts el arra is, Atyám, hogy napról napra felém nyújtod a keserű poharat, hogy hosszú éjszakák nem hoznak enyhülést számomra. Állj mellém, hajolj fölém, tekints reám. Legyen az én betegségem is alkalom arra, hogy rólam tegyen bizonságot. Nyisd meg a lelkem, hadd halljam meg itt azokat is, akik mellettem szenvednek, akiket meg nem értettem, egészségben és erőben. Hadd értsem meg a szenvedőket az én szenvedéseimen át. Hajolj le reánk, és hallgass meg minket a Krisztusért. Amen. Ha tetszenek a videóim, és még nem tetted meg, egy feliratkozással segítheted munkám, és egy megosztással, hogy videóm nagyon sok emberhez eljusson.
hiszen a te ismerőseid között is lehet olyan ember, akinek segítséget nyújthat videóm tartalma. A Mindig van remény című könyvem és CD-m és az általam összeállított imafüzet a képernyőn látható e-mail címen keresztül megrendelhető, valamint ha érdemesnek tartod rá csatornámat, akkor a videók alatti leírásban van lehetőséged a támogatásra is. Köszönöm!